Nyír Gyulaj, Nyír Mihályi, Pócs Petri, Pirice és Encs. Az öt településen a szocializációs hátrányokat kezelték az elmúlt két évben. Plánk Judit projektmenedzser kiemelte, több mint 230 gyermeket tudtak bevonni a Mi érted, te magadért című projektbe. Több alappillére volt ennek a pályázatnak. Az egyik, hogy szocializációs hátrányokat próbáltunk kezelni, tanulmányi felzárkóztatás is zajlott, nyári táborok, illetve családi napok is zajlottak. A foglalkozások, a rendszeres foglalkozások, azok két hetente két órában zajlottak, és öt településen valósult meg. Büszkék vagyunk arra, hogy jó gyakorlatokat is sikerült kialakítani a projekt során, ilyenek a családi napok és az alternatív szülőértekezletek. A záró rendezvényen a kistérségi társulás elnöke kiemelte, a család a legfontosabb szocializációs tér, ám sok családban még a helyes gyermeknevelési modelleket is ismertetni kellett, valamint a családi szerepeket kellett erősíteni. 56 milliós támogatást kaptunk, ez az előkészítése volt a gyermekszegénység elleni küzdelem projektünknek, és öt települést vontunk be a projektbe. A gyerekek napközistáborba vettek részt, kompetenciákat próbáltunk növelni, és nagy sikere volt, mert szocializációs folyamatokat tudtunk elindítani olyan csoportoknál, akiknek erre nagy szükség volt. A záró rendezvényen elhangzott, a projektnek van folytatása, hiszen a kistérségi társulás stratégiaszerűen egymásra épülő pályázatokat ír már évek óta. Így a Mi érted, te magadért című projekt tapasztalatait és eddigi eredményeit a Gyerekesély című projekt viszi tovább a kistérségben.